Szotia, tök maga, Szotia, tök maga. Tudja meg a kedves hallgatók, hogy honnan származik a tangó neve? A tangó az egykor a Teleki téren volt a használt cikkpiac. És az árusok, meg a vevők ilyen tangózó mozdulatokkal járkáltak föl alá, és próbáltak eladni, meg megvásárolni ezt azt egymástól. Arra gondoltam most, hogy a vasárnapi Annó Budapest a tangóra látogat. Nyilván vannak olyan hallgatók, akik még jártak a Teleki téri piacra, ami aztán természetesen kikerült az Ecseri útra, ott is volt tangó, és kíváncsi vagyok, hogy önök parasztinget, szimatszatyrot, farmernadrágot, festményt, ócskaságot, régiséget, vagy mit vásároltak a tangón, ezt kellene, hogy elmeséljék nekem vasárnap délután 2 és 4 között, úgyhogy tangózzunk együtt. A vendég természetesen a bevezető vendég Bereményi Géza lesz, az Eldorado című film rendezője, akinek nagyapja az egykori használt cikkpiac királya volt. Ha nincs jobb dolguk, akkor addig még nézzék meg a filmet, tehát Eldorado valahol biztos, hogy ott van az interneten, és aztán beszéljük meg a tangót itt a Klubrádióban vasárnap délután 2-től 4-ig. Valama érdekel? Így áll az osztályharc. Azt kérdeztem, Alma érdekel? Nem vagyok zöldséggyümölcsös. Te minden vagy, Monori. Bemész a piacirodára és kiváltod az ipart. Most meggazdagodhatsz belőle. Almát adok el neked. Mi neked ebben a bóni? A pártnak pénzre van szüksége a választási győzelemhez. És te a kommunisták almáját közvetíted nekem? A pártnak almás kertjei vannak, és annyi almát adunk el neked, amennyit akarsz. Lehet, hogy tudunk tárgyalni, Kombacs. Hát igen, a pénz most beszél. És meddig, Gombacsik? A kommunizmusig. Ott meg fogsz ünni. És az mikor lesz? Hamarosan. Győzünk a választásokon, és aztán megcsináljuk. Veszel almát. Mennyit? Amennyit akarsz. Hozz mintát. Én addig kiváltom az ipart.